Uniós mézadatbank létrehozását kezdeményezi az Unió, amivel az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is egyetért. A szervezet úgy véli, az importméz 60%-át adó ázsiai termékek között sok az olcsó hamisítvány. Azt szeretnék elérni, hogy magyar vásárló csak minőségi, tiszta mézet vehessen a boltokban. Az adatbankot az illetékes Európai Bizottság javasolja, ugyanis azért, mert az újfajta mézhamisítást kimutató laboratóriumi módszerek már arra alapulnak, hogy összehasonlítják a természetes mézekhez a kapott mintát. Régen arra alapultak, hogy az adott mintában kerestek idegen anyagot, ami nincs a természetes nektárban, viszont az új módszerekhez az kell, hogy legyen egy természetes méz alapú bank, egy autentikus mézeket tartalmazó, sok ezer mézmintával reprezentáló olyan adatbank, amelyhez tudják hasonlítani a kapott mintát, és jelenleg az Európai Unió a laboratóriumából ez az adatbank hiányzik. Az adatbankkal egyértelmű meg lehet mondani a hamis mézeket. Nekünk érdekképviseletnek egyetlen problémánk van, hogyha az Unióban gyűjtjük az adatbankot, akkor az Unióban előállított hamis mézeket lehet kimutatni, az Unióban termelt mézekkel pedig nincs probléma. Mi azt szeretnénk, hogy a harmadik országokból származó mézekkel is készítsenek el egy adatbankot. Tudni kell, hogy az Európai Unió félig önellátó mézből évente körülbelül 100 000 tonna méz érkezik az Európai Unióba ázsiai térségből, egy másik 100 000 tonna pedig a dél- és közép-amerikai térségből. Mi kezdeményezzük azt az illetékes bizottságnál, hogy az adott térségekben is állítsanak fel adatbankot. Mi számít hamis méznek, és milyen valószínűsége van annak, hogy akár itthon a fogyasztóhoz kerülhet hamis méz? A valószínűség mindig nagy. Tudni kell, hogy itthon nincsen egyelőre hamis méz. A NEBIH és az Magyar Országos Méhészeti Egyesület is folyamatosan vizsgálja a mézeket. Hamis méznek azt nevezzük, amikor bármi, ami nem a természetes nektárból származik, hozzáadódik a mézhez, de az is hamis méz a törvény alapján, hogyha a természetes mézből bármit elvonunk, ez különösen napjainkban azért fontos, mert az import mézeket olyan módon szűrik, amely szűrés a méz természetes alkotó elemeit is kivonja a mézből, tehát az is hamisításnak számít, ha durva szűrésnek tesszük ki a mézet. Rövid távon egyértelmű az anyagi kár, amely üvegben hamis méz van, ott nem termelői méz van, tehát ez az uniós termelőt rövid távon károsítja, hosszú távú kára azonban még nagyobb, hiszen a méz több, mint élelmiszer, a fogyasztók azért veszik meg a mézet, mert meg szeretnének gyógyulni, mert a méznek pozitív hatása van az egészségre. Hogyha hamis mézet esznek, ez a hatás természetesen nincs meg, a fogyasztó csalódik a mézben, ezért hosszú távú érdeke a méhészeti ágazatnak, mind hazai nemzeti szinten, mind uniós szinten, hogy védjük mézünk minőségét. Hók József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire sújtja a nyíregyházi méhészeket a hamisítás ügye? Nagykereskedelmi vagy hordós értékesítésnél a korábbi évekhez képest végül is jelentősen csökkentett a mézeladási árat, viszont kiskereskedelmi értékesítésnél, vagy amikor a termelőtől veszik közvetlenül a fogyasztó a mézet, ezt elősegítette. Árban nem is, de viszont sokkal nagyobb mennyiséget lehet közvetlenül a fogyasztók felé értékesíteni, ezáltal magasabb lesz az árbevétele is valamennyivel a méhésznek. Vannak értékesítési gondjaik a nyíregyházi méhészeknek, vagy könnyen találnak piacot? Én azt mondom, hogy itt a környékünkön könnyen lehet piacot találni, akár a hordós, akár a kiskereskedelmi értékesítésnél, az üveges értékesítésnél. Mindemellett azért néhány dologgal meg kell küzdeniük a nyíregyházi méhészeknek is. Hogyan teleltek a méhek itt a nyíregyháza környékén? Hát egy kicsit itt visszább kellene nyúlnunk talán az őszre, vagy még korábbra akkor, mert a méhészeti szezon mindig a következő vakász után kezdődik. Csak addig nyúlunk vissza, hogy az ősz hosszú volt, mélegelő zsúfolt, nagyon nagy magas a mélysűrűség itt a megyén területén, acska írtásra a hosszantartó időjárás miatt nem megfelelő módon volt lehetőség, és a túl zsúfolt mélegelők miatt, a magas mélysűrűség miatt a méhek nem tudják igazából megkapni a szükséges ásványi anyagokat, virágporból, növényekből, amik szükséges lenne rá, mert adott területre nem annyi mély család van, amennyi ezt kielégíteni az adott terület, hanem sokkal nagyobb, inkább duplája, vagy már lassan háromszorosa is. Ezt különböző vitaminokkal, egyebekkel viszont nem tudjuk teljes egészébe pótolni.
Mekkora volt a pusztulás a télen? Nagyon szóra terület, vannak területek, ahol 80-100%-os pusztulásról is beszélünk, valahol 20-30-ról, de így átlagosan én az eddigi adataink szerint egy olyan 30-40%-os pusztulásról lehet beszélni. Milyen szezonra számítanak? Ha már csak abból indulunk, hogy a méhcsaládok 30-40%-a elpusztult, ha egy kiváló évünk lenne is, az egész családszámra vonatkoztatva már csak egy közepes, vagy majd még a mélylegelő fogja igazából, akkor a későbbi évben következő időjárás, esetleg akác alatt, vagy akác előtt, vagy lehűlés, esőzés, ami nagy mértékben be fogja befolyásolni. Repce területünk itt azért, ami felkészíteni a méheket a főhordásra, az akácra, jelentéktelen, minimális, ami repcét el is ültettek, nagy részét kiszántják, és a hosszontartó hideg az is megviselte, repcére itt a megyénkben nem nagyon van lehetőség költözni, vagy a méhek repcét nem fognak tudni gyűjteni. Mekkora szakértelemmel rendelkeznek a nyíregyházi méhészek, vagy mekkora a szórás? Mert hát gondolom, hogy vannak, akik ezzel már évtizedek óta foglalkoznak, és hát vannak ifjú kezdők, próbálkozók. Méhészetet egy életen át kell tanulni, mindig az ember új dolgokkal fog találkozni. A fiatal gazda pályázat sajnos, én azt mondom, hogy a méhészetre kedvezőtlen hatással volt. Addig, amíg egy méhészedi tudta, hogy egy 100-150 családdal bír el, itt azért a fiatal gazda méhészek rögtön 2-250 családdal kezdtek el méhészkedni, és a méhek pedig nem az az állat, amit bezárok egy istálóba és ott van, hanem a ő méhelyik és a régebben vagy tapasztalattal rendelkező méhészek méhei is egy mélylegelőn vannak. Ha aki nem végezte el a megfelelő munkálatot a méhészetbe, ezáltal azok a méhek ugyanúgy fertőzik a minden megtevő méhészek, vagy a méhei ellen is a kártevők ugyanúgy megjelennek, különböző betegségek előjönnek, atkaírtást, ha nem egységesen, mindenhol van megcsinálva, újra fertőződik az állomány, és ez vezet nagyobb pusztuláshoz. És hát nem csak a méhészekre van ez hatással, hanem gyakorlatilag a mezőgazdaságra is, hiszen ez egy olyan terület, ami egy szimbiózisban kell, hogy működjön a mezőgazdasággal, illetve a természettel. Abból szinten is, mert a méhészetnek nem csak a nektár vagy a méz a fő szerepe, hanem a virágmegporzás, gyümölcsfák, nagyon sok gyümölcsfánk csak rovarmegporzással történik. És ha méhén kiesnek ebből, akkor az később ebbe gondot okozhat. Milyen piacra számítanak az idén? Hát egyre többen próbálnak a üveges kiszereléssel, a termelő közvetlen a fogyasztóhoz való értékesítésével, aminek sajnos a hamisítások miatt szükség is van rá, egyre kevésbé víznek a fogyasztók a mézbe, de viszont a termelőtől közvetlenül vásárol, annak azért a termelő maga egy háttért biztosít, maga egy címkét biztosít arra, hogy tőlem veszed egy megszokott piacról, akkor biztos, hogy nem fog lesz elbecsapva. Hordós értékesítésnél, ahogy korábbiakban is hallottuk, egyre több mennyiségű méz érkezik az országunk vagy az unió területére, ami biztos, hogy rontani fogja az árat, sőt egyre jobban szorítja sajnos lefele. A nyírségi méz milyen minőségű országos hát viszonylatban, vagy nemzetközi viszonylatban, hiszen az akác azért gondolom jelentősebb. Az akác méz akár országos, vagy akár nemzetközi viszonylatban egy elismert méz, maga az amatjával, színével, illatával, összetevőivel, azt lehet mondani, hogy pótolhatatlan. Azt gondolom, hogy itt helyben ennél jobbat úgyse tudnánk találni, úgyhogy... Hát nekünk erre kell építenünk. Hók József, köszönjük, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen.